Sziasztok, üdvözlök mindenkit, mint ahogy láthatjátok mögöttem, meg ahogy láthatjátok rajtam most, ez nem egy szerelős, vagy driftelős, vagy csapatos rész lesz, hanem most, ha visszaemlékeztek, akkor annó tavaly is csináltunk egy videót arról, amikor a lengyel partner cégünkkel, a GDM Body Shop-pal sikerült összehozni ezt a lengyel-magyar üvegszálas barátságot, és most ugyanez idén is megtörtént. Sikerült összeszedni megint annyi rendelést magyar kuncsaftoktól a lengyel termékekre, hogy felpakolta magát Mikael kint Lengyelországba, plafonig rakta a lakóautóját, és elhozta nekem a cuccokat, amiket ti rendeltetek, valamint én is azért rendeltem saját magamnak cuccot a kocsimra. De az a lényeg ennek az egésznek, azért csinálok erről a videót, mert én úgy gondolom, hogy az említésre méltó. Nagyon örülök neki, hogy végre kezd a magyar-japán autós társadalom e felé, az irány felé nyitni, hogy már nem csak a konkrét futómű, motor, felni dolgok, amit kifejezetten kell ahhoz, hogy működjön egy autó, arra költsék a pénzüket, meg arra figyeljenek oda, hanem végre ugyanúgy, hogy a külföldi GDM vonalon már elindult, hogy azért a stílusnak és a kinézetnek is elég nagy teret engednek, mert ugye lassan felfogják az emberek, hogy az autó kinézete az azt reprezentálja, amit ő adni akar. Szóval ez, amit sokan nem értenek, hogy mindegy, hogy hogy néz ki a kocsi, akár csapatos, akár csak működjön, meg legyen jó, meg át ennyi pénzt nem szállnak erre, meg ilyesmi, de szerencsére így, hogy mögöttem láthatjátok a dolgok mennyiségéből, kezdenek nyitni efelé az emberek, aminek én nagyon-nagyon örülök, és ezért is akarom megmutatni, hogy legyen egy ilyen kis bátorító dolog arról, hogy tényleg baromi jó minőségű cuccok jönnek, minden méret pontos, nem kell farigcsálni, és rohadt jól tud kinézni az autóval, és így annyira más dimenzióba repíti a kocsit, akár csak mondjuk, ha egy IS200-ról van szó, ha van rajta egy igényesen felrakott body kit, vagy valamilyen kis külső kiegészítő elem, hogy bárki, aki megvásárol egy ilyen terméket, azután elégedett lesz vele, mert tényleg előtte megnézi az autót, meg utána, és így bám, nagyon jól mutat a képeken, a fotókon, jó ránézni az autóra, hogyha vannak olyan kis kiegészítő dolgai, amin úgy tudja legeltetni az ember a szemét. De hogy ne legyen unalmas a dolog, úgy gondoltam, hogy körbejárom, megmutogatom, hogy most ebben a körben miket rendeltünk, valamint kibontogatok egy pár cuccot, és megmutatom, hogy mégis mi a minőség, meg hogy miért is erre esküszöm én. Így az elejétől indulva csinálok egy ilyen kis körbejárást nektek azokról a dolgokról, amiket most rendeltünk. Hát 1, 2, 3, 4, 5 teljes body kit, azon kívül pedig kiegészítők. Mindjárt megmutatom nektek, hogy miről is van szó. Itt ez az első körben, itt ezt nem is csomagolom ki, meg nem is nagyon megyek bele, mert ez pont ugyanaz a body kit, ami az én IS200-asomon van. Mindegyik meg van jelölve. Ez a BN Style IS200, itt egy S13-ra szintén egy BN Style Body Kit BNS küszöbökkel, viszont egy URES stílusú hátsó lökössel. Ez nagyjából az a hátsó lökös, ami az én S13-asomon is van. Az eleje egy kicsit más, de majd ezt mindjárt megmutatom. IS200 Vertex Kit, ez is egy elég elterjedt, főleg Japánban nagyon sok kocsin lévő IS200-as body kit. Ennek ugye első komplet lökhárítója van, hátul pedig egy toldat. Ez pedig egy nagyon izgalmas cuccos, ugyanis ez a híres, hírhet Rocket Bunny kit S13-ashoz. Ugye ezek a első lökhárító, itt vannak a híres Rocket Bunny felszegecselhető fenderek, és megmondom őszintén, ez a sok apróság, ami van hozzá, ötletem sincs egyelőre, hogy micsoda, de majd mindjárt megnézzük őket. Ez egy küszöb szett, ez az én autómhoz való új küszöb, ezt is majd kicsomagolom, megmutatom. Ez egy S14-es Silviához való két első szélesített fender szett. Ezek IS200, pontosabban mivel Kristóf autójára megy, azért Altezza TRD lip és küszöbök. Ugye ez az utcai visszafogott kis szolidabb tuninghoz
hibátlanul tökéletes. Itt ez egy S13 Type-X kit. Type-X első lökhárítóval, hozzátartozó lippel, a küszöbökkel, hátsó szárnya. Ez az S13, az utcai S13-asoknak igazából a monalizája, egy Type-X kittes S13. Úgyhogy ezt már nagyon várom, hogy összerakjuk. Itt egy első fender set, meg a két hátsó, ezek az enyémeimre mennek. Ahogy meg is van rajta jelölve, 75 mm-rel szélesebb, mint a gyári, úgyhogy ez egy elég brutál, agresszív kinézetű cuccos lesz. 350 Z-re Rocket Bunny kitből csak a szárny, ebből két darab, valamint ilyen ducktail hátsó szárny, IS-200-ra. Ez én nem rendeltem magamnak, de kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt mindjárt kicsomagoljuk és megnézzük, hogy hogy áll az autón, meg ott hátul még van egy motorháztető, az olyan mocitető, mint az én versenyautómon. Hát mindjárt megmutatok nektek egy pár dolgot, hogy hogyan is néz ki pontosan. Na hát, ez például ugye egy S13-as Type-X első lökhárító a saját toldotával, mint ahogy látszik is, tökéletesen illeszkedik mindenhol, még csak úgy is, hogy én csak így összeszórtam. Itt van a híres Type-X hátsó szárny, amúgy ha nem 326 power lenne az enyém, mert én is ilyet akartam volna. Kis szegecsanyával bele van ültetve a menetes rész, úgyhogy semmi más dolga nincs a parasznak, csak fölrakni a csomagtartóra, becsavarni négy darab csavarra, és már hibátlanul működik a dolog. Nyilván előtte azért lefényezi az ember. Ez az autó is piros lesz, úgyhogy kapni fog majd a küszöb, a szárny, meg az első lökös is piros szint. Úgyhogy parádésan durván fog kinézni, én már nagyon várom, hogy rakhassam össze. Hát most itt nem fogom húzni az időt azzal, hogy egyesével mindent kicsomagolok. Egyrészt azért, mert ennek a nagy részét ma szerencsére viszik is el, és sokkal jobb úgy szállítani a tulajoknak is, hogy ugye be van csomagolva és nem sérül a cuccos. De még amit mindenképpen meg akarok mutatni, az a kis Rocket Bunny stílusú szárny a Lexuson, mert az az én kíváncsiságomat húzza, valamint meg akarom mutatni, hogy csak egy kis részletet, hogy hogyan, mi lesz az egyik kis darabja az én jövő évi versenyautó body kitemnek, ugyanis eddig elő-hátul 35 mm széles overfenderek voltak, szintén üvegszálból, viszont most egy teljes full Origin Labo kitet rendeltem Mikától, és aminek a két lökhárítóját még várom, ugye majd jön nem sokára megint hozzám és hozza a két lökös, mert azt most nem tudta még nekem elhozni, de az első hátsó overfenderek, valamint a küszöb az itt van, úgyhogy ezt majd azt még megmutatom nektek. Na hát most az van, hogy hibát követtem el, ugyanis felraktam ezt a ducktailt az én IS-200-asomra, és arra jöttem rá, hogy hibáztam még pedig abban, hogy nem rendeltem magamnak is egyet, ugyanis baromi jól áll neki. Még az a szerencsé, hogy nem sokára jön majd a srác a két első, vagy pontosabban az első meg a hátsó lökösömmel az S13-ashoz, és hát úgy gondolom, hogy fogok hozatni egy ilyen szárnyat magamnak, megmutatom miért. Hát szerintem nagyon jó. Én azt mondom, hogy rohadt jól áll neki így ebből a szemszögből, igazi driftautós, ahogy kell. Hát ja, fullos. Ennek örülni fognak a srácok, az biztos. Így mutat. Kicsomagoltam most a saját bodykitemnek az egyik felét. Itt nagyjából össze is állítottam a fal mellett, hogy így oldalasan hogy fog kinézni. Hát Jézus Mária, ez brutál széles. Megmutatom nektek, hát így néz ki így összerakva. És hát itt van a másik sárvédő, hát ezért itt látszik, hogy kicsit széles azért. Hát ez plusz 77,5 centivel szélesebb, mint a gyári. Hátson kevésbé látni egy, hát ez itt is látni.
Szóval ez brutál, de az első az valami kegyetlen, hát ez... Nézzétek meg, hogy a síkjától mennyire kijön a szélesítés, úgyhogy már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy kész legyen. Ezt így fog mutatni majd a kocsi oldala, nyilván egységes színbe. Azt elárulom nektek, hogy nem marad fekete, de majd mindent a maga idejében. Na hát ki is ürült itt a műhely körülöttem, ugyanis eltelt egy pár óra, és mindenki elkurcibáltam a cuccát szerencsére. Az én dolgom, amit beletettem ide hátra az én Lexusomba. Kristófnak a felpróbálását azért nem mutattuk meg az Altezzán, ugyanis ő majd egybe szeretné debütáltatni az autót, úgyhogy nem akartuk itt lelőni vele a poént, meg a szikrecet, úgyhogy ez most kimaradt. De remélem azért tetszett nektek ez a kis gyors bejelentkezés az üvegszálas cuccokkal, és hogyha bárki érez késztetést ilyen autókkal, ilyesekkel, Nissanokkal, esetleg Toyotának egy pár típusával, akkor keressetek nyugodtan ezzel kapcsolatban, minél többet rendelünk, annál jobb. Úgyhogy erről most ennyit, köszönöm a figyelmet, aztán találkozunk legközelebb, szevasztok!